Vörös szőnyeg helyett vörös márvány fogadta a szarvas fogadó nagytermébe érkezőket, ahol ezen az estén minden a málna körül forgott. A dekoráció, a welcome drink, majd a desszert is ezt a csodás nyári gyümölcsöt idézte a zortéri estében. A díszítésben, az asztaldíszítésben, amit a Hajdúné Henni készített nekünk, és nagyon szépen köszönjük neki, több év óta már ő az, aki rendszeresen készíti asztaldíszeinket. Aztán a díjakban, magukban, amit Marikovó néni készítettek, és a végén pedig a málna tortában, amivel a valamennyi vendégünket vendégül látunk meg ajándékozni. A műsor pedig természetesen filmekről szólt, melyek talán sekélyesek és feledhetőek, de az óvoda mindennapjairól szólnak. Díjat kapott a Rózsaszín 50 árnyalata, amely a Kismalac és a Farkas végzetes találkozásáról szól. Az Anett néni naplója, amelyből kiderült, hogy az óvoda pedagógus leghűségesebb társa a fejlődési napló, de bepillantatott a közönség a Légyinvázió, a Maci csoport Visszavág és az óvoda a Város szélén című alkotásokba is. A szereplők pedig mosolyjal az arcukon büszkén vették át az aranymálna díjakat. A gálát lendületes, parketre csábító tánc zárta. A hajnalig tartó bál közel 130 vendége azon túl, hogy jól érezte magát, jótékonykodott is, hiszen a bevétel elsősorban az óvoda eszközeinek gyarapítását, fejlesztését szolgálja. Mivel az udvari játékainkat nem tudjuk bővíteni, és köztudott, hogy óvodánk át fog majd egy új óvoda épületébe költözni, így azokat az udvari játékeszközöket, mint a roller, kerékpár, ezeket szeretnénk gondolni belőle, valamint szeretnénk egy közös családi kirándulást, és úgy gondoltuk, hogy teljesen ingyenes lesz, sem a gyerekeknek, sem a szülőknek nem kell fizetni érte. Egy hosszú és tartalmas fejezet zárul le hamarosan a Mohácsi utcai óvoda életében. A fejlesztéseknek köszönhetően új helyen, új épületben, 21. századi körülmények között folyhat tovább a munka. Annak idején elsők között szerveztek szülők-nevelők bálját, reméljük a hagyomány az új intézményben is folytatódik.